És ez még mindig a Középpont, a mikrofonnál Kauzál Alexandra is. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy egyenesen Izraelből, Jeruzsálemből jelentkezik most itt élőben Súrjányi Dávid jogász, közel-kelet kutató, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Szia Dávid, jó látni! Szia Szandra, nagyon köszönöm a meghívásodat, jól látni benneteket is. És hát a mögötted levő falak egyértelműen Jeruzsálemre utalnak, gyönyörű, úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy shalom. És hát úgy legyen, nem hiába hívtunk, több Izraellel kapcsolatos hírről, érdekességről szeretnénk téged kérdezni. Az első egy kicsit ilyen spirituálisabb téma, hát nagyon nagy izgalmat okozott így az elmúlt időszakban Izraelben. Szerintem főleg a hívő vallásos keresztény zsidók körében, hogy ugye 5 vörös üssző érkezett meg a Ben Gurion reptérre. Erről ott Izraelben mennyire volt szó, mennyire volt ez téma? Hát nagyon érdekes, mert bevallom őszintén, én először budapesti hírcsatornákon keresztül értesültem róla. Nekem folyamatosan be van állítva különböző izraeli hírforrásoknak a értesítése, hogy minden hírt azonnal megkapjunk. Ugye itt Izraelben már az utcán elindulni is néha kockázatos, úgyhogy jó, hogyha az ember időben tájékozódik, hogy hol van, hova megy, mi történt, és érdekes módon olyan mainstream sajtó, mint a Jerusalem Post vagy az Israel Times nem verték nagy dobra ezt a hírt. Nyilván van ebben egy nagyfokú szkepticizmus, hogy ennek mi a jelentősége. Már csak azért is, mert ilyen vörös üssző hír, azért, hogyha most rákeresünk az interneten, olyan 2-3 évente felmerül. Ugyanakkor nagyon hamar bebizonyosodott azokról a kis vörös üszőkről, hogy nem teljesen tiszták, tehát a szőrzetükben volt nem vörös szál is, úgyhogy hamar szerte foszlatták ezt a gondolatot. Viszont most úgy tűnik, hogy tényleg tökéletes borjakról van szó, Texasból hozták őket, úgyhogy valóban a vallásos közeg az bezsongott sok szempontból, különösen az olyanok, mint akik fenntartják ugye a templomintézetet, akik már a fridlátát leszámítva gyakorlatilag minden eszközt előkészítettek arra, hogyha a szentély bármilyen formában, akár csak egy kis zsinagóga formájában megépül, akkor ott azonnal le lehessen kezdeni a templomi áldozatot, szertartást. Viszont ennek ugye alapfeltétele, hogy a papoknak meg kell tisztulnia minden halotti tisztátalanságból, minden egyéb rituális tisztátalanságból, éppen ezért a vörös üszőnek a hamva a judaista ritualizmusban nagyon fontos, és az, hogy most 5-öt el tudtak hozni, egyébként érdekes módon pont keresztény embereknek a tenyészetéből, ez nagyon-nagyon érdekes fordulat. Ugye most egyből Haifára vitték ezeket az állatokat, karanténban vannak, mostanság kerülnek majd ki onnan, vagy lehet, hogy most kerültek ki onnan, és utána külön helyeken fogják az egyiket részben nyilvánosság előtt nevelni, hogy lássa a közérdekű. Na, turisztikai látványosság lesz az egyik? Aha. Az egyikből igen, úgyhogy majd igyekszünk etéren nektek is juttatni anyagot, hát jó, is meg tudjuk nézni. Majd ha és, ott vagy élőben, mindenképpen fotózd le és küldd el az üszőt. Úgy lesz, úgy lesz. Úgyhogy ilyen módon nagy a bezsongás a vallásos közegbe, ugyanakkor érződik, hogy a mainstream média, az itteni mainstream média is próbálja a lehető legjobban leközli a hírt, de ezen túl semmi több. Igen. Tehát nem kezdett el arról írni, hogy hú, esetleg profécia beteljesedés van küszöbön, vagy ilyesmi. Hát leszámítva a heteket itt Magyarországon, aki nagyon felkarolta a témát, és hát mi is igyekszünk így a Hit Rádióban ezzel természetesen foglalkozni, mert akkor, ahogy te is említetted, azért ennek nagyon nagy jelentősége van, és hogyha jól tudom, akkor a 2 éves korig kell várni, hogy akkor kiderüljön, hogy tényleg teljesen épek, tökéletesek és alkalmasak erre a bizonyos szertartásra? Azt hiszem, ha jól tudom, 3 éves koráig kell várni, most voltak 1 évesek, tehát egy 16 hónapos várakozási idő még mindenképp jön, és akkor utána jön talán a felkészítése, de egyébként nem vagyok a judaizmusnak ilyen komoly szakértője, de az biztos, hogy még legalább 16 hónapos várakozási periódus jön most, hogy megnézzék, hogy a kis borjaknak a szőrzetében nem jelenik-e meg más színű szőrszál, mert akkor onnantól fogva a rituális szabályok szerint ő már nem számít tökéletesen vörös üszőnek, illetve nyilván az is fontos volt, és nyilván a keresztény gondozóik eddig erről gondoskodtak, hogy nem szabad igát viseljen ez a kis állat, tehát egy teljesen munkától mentes állatról van szó, és utána lehet őket elégetni. Hát igen, kicsit vicces, hogy
hogy a végső sorsa ezeknek az állatoknak nem a legvidámabb, és egyébként pont ezt azért mondom, mert amennyiben cikkezik róla mondjuk egy olyan baloldali média, mint a Haaretz itt Izraelben, akkor az egyértelműen negatív. Uh-huh. Ugyanilyen negatívan írnak az ünnepekről, például ugye most készülődnek a Szukkotra, itt abban a házban, ahol mi élünk, ott is van egy nagy, hatalmas szukka terasz, és ott már építik a szukkákat, pedig még a Jom Kipur is előttünk áll, és csak utána jön a sátorok ünnepe, de már igen, most építkeznek. Aztán. És ezzel kapcsolatban is írogatnak a HRC-ben, hogy amúgy, ha jó, ha tudjuk, hogy ez volt a legvéresebb, a legszörnyűbb az összes ünnep között, amikor ömlött a vér a templomban, vagy a Szent Sátorban, mert hát ugye rengeteg áldozatot be kellett mutatni Istennek, bűnökért, hálaáldozatok, stb. Úgyhogy látszik, hogy van a társadalomnak egy részében óriási ellenállás az áldozati rendszer felelevenítése ellen. Nyilvánvalóan a zöldek, az állatvédők minden lehetséges eszközt meg fognak ez ellen mozgatni. De az biztos, hogyha kiderül 16 hónap után, hogy ezek a vörös üszők tökéletesek, akkor utána elindulhat az ő áldozatra való felkészítésük, amikor őket egészen égő áldozatként a bennük lévő trágyával, a belsőségeikkel, a bőrükkel, mindenestül, szöröstül, bőröstül, ahogy a magyar mondja, elégetik, és az égés közben hozzájuk adnak karmazsint és füstölőszereket, egyéb újra úgynevezett rituális tisztítószereket, amit hozzáadnak, és akkor annak lesz egy jó illata, és amikor így a végül a homu létrejön, azt elkeverik vízben, és ebben a vízben kell megtisztulni a papoknak rituálisan. Hm. Ugye azért fontos ez, mert enélkül nem csinálhatják a templomi szertartás semmilyen szinten, tehát az áldozati rituáléban nem foghatnak bele enélkül, mert akár Isten halálbüntetést is kiróhat arra, hogyha valaki az ilyen tisztulási szabályt kihagyva rituális tisztátalansággal áll hozzá a szolgálathoz. Az új szövetségben csak, hogy ne ragadjunk bele teljesen a judaizmusba, ez azért érdekes, mert ugye a héberekhez, vagy hát a zsidókhoz írt levélben azért azt kifejti Pál, hogyha annak idején az üszűnek a hamva és a bárányoknak, vagy a bakoknak, borjuknak a vére megtisztulást tudott hozni, hát akkor mennyivel inkább a názereti Jézus Krisztusnak, az egyszülött fiúnak, a tökéletes szent báránynak a vére mennyivel inkább tisztulásunkra van. És a keresztényeknek ezt érdemes figyelembe venni ebben az egészben, másrészt pedig azt, hogy politikailag óriási fordulatot hoz, hogyha a szentélynek, ha egy lehetséges jövőbeli szentélynek az áldozati rituáléja szellemi szempontból is lehetségessé válik, mert megvan az a szertartási elem, ami eddig hiányzott. Uh-huh. És egyébként, Dávid, mit tapasztalsz most Izraelben, illetve Jeruzsálemben? Mennyire nyugodt, békés a légkör? Tehát ha például kisétáltok a siratófalhoz, akár imádkozni, egyrészt mennyien vannak, mennyire harmonikus a kapcsolat, ha lehet ezt mondani, a zsidók és az ott élő arabok, palesztinok között? Bevallom őszintén, nekem nagyon kellemes meglepetés az, amit most tapasztalunk. Ugye én nagyon kellemetlen helyzetekbe kerültem még, amikor 14-ben a gázai háború alatt itt töltöttünk egy hónapot, akkor még atrocitásokra is sor került, ez egy nagyon kemény időszak volt, akkor az ember félbe lépett be az arab negyedbe. Most azt látom, hogy kipás, fajeszos, imasálas zsidók tömegével mennek át az arab negyeden, a damaszkuszi kapu felől mennek haza. Megdöbbentő nekem, hogy milyen bátran, nyugodtan közlekednek az arab és a muzulmán negyedekben. Nyilvánvalóan a város örökké feszült valamilyen szinten, de most jelenleg a feszültség nem annyira Jeruzsálemre koncentrálódik, hanem inkább amit a nemzetközi jog megszállt területekként tart számon, Judeában és Szamáriában, azon belül is Szamáriában, fenn északabbra, Nablusz és környéke, Jenin, ahol a nagy palesztin menekültábor van, Nablusz ugye a régi bibliai Sechem városa, ott súlyos, komoly bandaháborúk vannak, rendszeresen összecsapnak az izraeli védelmi erőkkel is, és rendszeresen összecsapnak a helyi palesztin erők egymással is. Hm. Tehát ott pont ma érkezett, vagy tegnap a hír, hogy emiatt belátható idő belül nem lehet meglátogatni zsidóknak József sírját Nablusban, Sechemben. Ugye az egy örök ilyen hotspot, tehát egy ilyen forró pont volt mindig is, de a Yossi Daganék a szíriai, vagy a szamariai kormányzat részéről megoldották, hogy azért lehessen oda menni időnként katonai felügyelettel. Hát most a kormányzat ezt megtiltotta, mert olyan összecsapások vannak, és annyira bizonytalan annak a városnak a státusza, de mindez itt Jeruzsálemben nem érződik. Hála Istennek. Itt Jeruzsálemben, hála Istennek, nagyon nagy a nyugalom. Minden este mennek ezek az úgynevezett szlikot,
nevezettű megtérő imák, ugyanis most van ugye amit úgy neveznek, hogy a legszentebb ünnepek, a Rosh Hashanah, tehát a kürdzengés, vagyis hát az új év ünnepétől, a most nem sokára kedden kezdődő Jom Kipurtól egészen a Szukkótig, tehát a sátorok ünnepéig, most igen, zajlanak ezek az ünnepek. Most ültük meg nemrég a Rosh Hashanát, az is nagyon különleges élmény volt a kürdzengés ünnepét itt helyben megélni, átélni. Uh-huh. És ez alatt az időszak alatt, ami ugye a megtérésnek az időszaka a zsidók között, és adja Isten, hogy a beteljesedése is hamar eljöjjön, amikor tényleg az új szövetségbe való megtérésük és belépésük is megtörténik. Ez az időszak zajlik most, és ezért képzeld el, minden este körülbelül 100 000 ember levonul a Sirató falhoz, és a különböző askenázi, szefárdi siratófalt vezető és egyéb rabbik vezetése alatt óriási, több óra hosszán tartó, meglehetősen szívszaggató, megtérő imákat mondanak 10 000-ek, 100 000-ek ott a siratófal előtt. Azért ez fantasztikus élmény lehet. Hát, fantasztikus élmény, óriási látvány is egyúttal. Ugyanakkor az ember meglátja, hogy mekkora jelentősége volt Jézus Krisztus tanításainak azzal kapcsolatosan, hogy az imáitok ne a látványra menjenek, a megtérés a szívből történjen, ne ceremóniaszerűen. Tehát azért ilyen dolgokat is átéltünk, hogy lementünk egy ilyen szlikot imára, egy ilyen megtérő bűnbánati imára, ott volt körülöttünk 100 000 zsidó, és így is megcsapott a marihuána szag, ami egyébként tilos, tehát hogy itt a rendőrség fellép ez ellen, de mégis gyakorlatilag minden utcán lehet érezni olyan, mint egy kicsit olyan, mint a Kaliforniában lennénk ilyen szempontból, ott éreztem utoljára ennyi marihuána szagot. Szóval a megtérés bizonyos emberek részéről még látszik, hogy egy folyamat, hogy most szépen fogalmazzak, és ez nem is probléma. Ellentmondásos. Igen, és ez nem is probléma. De minden esetre azért annak van nemzet megtartó, elképesztő ereje, hogy 100 000 ember esténként levonul, és éjfélkor kezdődnek ezek a szívott imák, és körülbelül hajnali 2-kor indul meg a tömeg este haza. Uh-huh. Azért ennek van egy óriási szellemi ereje, és ezért szomorú, hogyha a társadalomnak egy bizonyos rétege, pedig a haredi és ortodox és egyéb vallásos rétegek ellen támad. Ennek a feszültsége azért Jeruzsálemben állandóan érződik. A szekulárisoknak, úgy mondanám, ilyen konszolidált mértékben vallásosoknak és a mélyen ultraortodox haredi szintű vallásosoknak a szembenállása. Igen. Ugye ez tényleg turisztikai szempontból is egy kiemelt időszak Izrael életében. Mennyire tértek vissza, hogy látod a turista csoportok? Hát az a furcsa, hogy meglehetősen a korábbi tapasztalatokhoz képest üres a város. Tehát panaszkodnak is arabárusok, zsidóárusok, hogy például volt, aki meghallotta, hogy magyarok vagyunk, és mondja, hogy a Covid óta mi vagyunk az első magyarok, akikkel találkozik, pedig előtte heti szinten találkozunk magyarokkal Jeruzsálemben. Tehát ebből érződik, hogy az utazási mérce rettenetesen visszaesett. Nyilvánvalóan az se segített nekik, hogy amikor már gyakorlatilag minden korlátozást feloldottak nyáron, pont amikor mi ide érkeztünk július legvégén, akkor indult el egy újabb rakétázási hullám a gázai övezetből. Az sokakat is szintén megijesztett, bár végül nem lett belőle háború, szerencsére az eszkaláció elmaradt, de azért ugye a főszezonnak a végén, augusztusban, amikor sokan utaznának, ez sokakat eltántorított. Bízunk benne, hogy most a úgymond zarándok ünnepre a Szukkótra azért fel fog elevenedni a városnak a turizmusa, de az érződik, vannak boltok, amik azóta se nyitottak ki, hogy a Covid elején bezártak, de összességében nem sugároz egy ilyen post-Covid depressziót a város, uh-huh. Tehát van élet, eleve ugye a mediterrán, illetve közel-keleti habitus eleve sokkal utcabarátabb, sokkal inkább nyíltabb, sokan kint vannak a szabadtéren, a parkokban, tehát ilyen módon nem érződik, hogy üres lenne. Uh-huh. De az biztos, hogy a turisták, ami egyébként bevallom őszintén nekem annyira nem probléma, mert azért a turista hadakkal megküzdeni sosem volt könnyű, úgyhogy ilyen módon az életet a helyiek számára szerintem élhetőbbé és kényelmesebbé tette, kivéve azoknak, akik ebből élnek, azért igen, az ő
ő miattuk azért kívánom, hogy visszajöjjenek. Meg hát nyilván a zarándoklatnak komoly szellemi jelentősége van. Igen, és hát azért azt se felejtsük el, hogy Izrael politikailag is egy izgalmas időszak elé néz, hiszen alig egy hónap, november 1-én ugye újra előrehozott választások lesznek, miután ugye nyáron hát ismét feloszlatta magát a Knesset. Ugye jelenleg Yair Lapid a miniszterelnök, a centrista párt vezetője. Érezni, hogy választások lesznek? Tehát van ott kampány? Vagy hogy élik ezt meg, és mik a kilátások, az esélyek? Ott a rádió keresett még augusztusban, hogy nyilatkozzak a politikai dolgokban, hogy milyen a kampány, és akkor még azt kértem tőlük, hogy nem most beszéljünk erről, mert még nincs. Most viszont a szeptemberrel már elindult. Látom az óriás plakátokat, hívogatnak telefonon, éberül, karattyolnak nekem valamit, és még mondom nekik, hogy majd egy év múlva keressenek, bár akkor nem, reméljük nem lesz így a választás, de most még nem értem, hogy mit mondottak, majd egy év múlva hátha. Úgyhogy jó pofa ez, hogy ilyen szomorú módon le kell tegyem a telefont, így miközben az aktivista nagyon lelkesen nyomja, vagy a robot, amit a felvett üzenetet közvetíti számomra. Szemtelenül rájuk kell csapnom a telefon, mert nem értek egy kukot se. Feleségem jobban, de valamiért mégis engem zaklatnak sokszor. Úgyhogy ez jó pofa jeleneteket szül, de a társadalmi párbeszédben érződik, hogy most már közeledik a választás. Ugye az ünnepek kapcsán nagyon sok ismerőshöz, baráthoz járunk az ünnepek alatt vendégségbe, ebédre, vacsorára, és ahány társaság, annyi vélemény, ezt nem kell ecsetelni a zsidó társadalom kapcsán. És az az érzése mindenkinek szinte, akivel beszélünk, hogy Netanyahu valószínűleg vissza fog jönni a kormányzatba. Valahogy úgy érzik, hogy ez az idézőjeles ellenzéki összefogás, nagy koalíció, ez eléggé leszerepel. Uh-huh. Yair Lapid nem tudott akkorát dobbantani, senkit nem győzött meg az ő kormányzata, ami eddig volt. Persze sok balos ember nem fog Netanyahu-ra szavazni soha, és sajnos még a konzervatívak közül is többen elbizonytalanodtak, az a hír járja itt Izraelben, hogy megalomániában szenved az egykori miniszterelnök, Benjamin Netanyahu, és ezért sokak az ilyen humanista beállítottságú emberek valahogy nem szeretik ezt, és úgy vannak vele, hogy valami új arc kellene. És nincs új arc. De nem nagyon van új arc, éppen ezért azt mondják sokan azok közül is, akik nem fognak rászavazni, hogy szerintük vissza fog jönni a miniszterelnöki székbe, mert nem nagyon van más. Yair Lapid nem győzött meg senkit, Naftali Bennett kérdéses, hogy egyáltalán hogyan, milyen formában, ha egyáltalán indul Ayelet Shakednek a politikai mélyrepüléséről, ugye a korábbi igazságügyi miniszterasszony, aki Naftali Bennett mellett miniszter volt Netanyahu kormányzatában. Ő is sok szempontból egy mélyrepülést produkált politikailag. A többi balos politikus nem tudott komoly szerepet betölteni az elmúlt időszakban, még ebben a nagy koalícióban sem. Szóval nincsen egy nagy karizmatikus alak, aki alternatívája tudna lenni Netanyahu-nak. Még annyira sem, mint az előző választáskor, amikor szintén amennyiben karizmatikusnak volt nevezhető bármelyik ellenoldal, ők is csak egy nagy koalícióval tudtak kormányt alapítani. Úgyhogy lehet, hogy összességében végül, és adja Isten, győzzön a demokrácia, mert azért ez egy nagyon furcsa helyzetet szült itt Izraelbe, hogy a többségi akarat ellenére, bár a legtöbb szavazatot Benjamin Netanyahu kapta, és az ő pártja a legnagyobb. Igen, mégse tudott kormányt alapítani. Mégse tudott kormányt, így van. Csak ugye sokan azt mondják, hogy ez megint előfordulhat, tehát hogy minthogyha nem tudnának kitörni ebből az ördögi körből. Megtörténhet, különösen, hogyha az arabok esetleg jobban összeszedik magukat, akkor csillant fel a remény végképp a Likud kapcsán, amikor a Ra'am arab pártnak a belső egysége szintén megbomlott. Tehát úgy tűnt, hogy az, amennyire sikerült múltkor összefogjanak, sőt, még a zsidókkal is sikerült összefogjanak, ami egy történelmi pillanat volt. Ez nem biztos, hogy ez újra lehetséges lesz, már pedig csak az araboknak az erőkarával együtt sikerült kormányt alapítani múltkor Bennettéknek. Ez most egyáltalán nem magától értetődő, és ettől függetlenül tényleg én nem szeretek prognózisokba bocsátkozni, mert majdnem minden választásra igaz ez a világ minden pontján, de az izraelire meg hatványozottan, hogy fogalmam sincsen. Kiszámíthatatlan. Gondolom azért közvéleménykutatások ott is készülnek.
készülnek közvéleménykutatások, de ezek mind célzott és ilyen, hogy is mondjam, szómágia alapúak, tehát az a lényegük, hogy ezzel is megpróbálják befolyásolni. Tehát a HR egyszerűen olyan jelenik meg, ami vagy egyrészt részmadárkodhat, de inkább olyan, ami azt mutatja, hogy hát nekünk balosoknak van esélyünk. A más platformokon Netanyahut jósolják, akkor, hogyha sikerül például a Bennettéknek a pártját beolvasztani, ami szintén még nem történt meg egyértelműen, tehát azért nagyon fontos lenne, hogy a Bennettéknek a pártja a jobb oldalra visszaevickéljen, anélkül nehéz lehet a jobb oldali egység, mert azért nyilván tudnunk kell, hogy továbbra is a Likud önmagában nem kormányzó képes erő, akkor sem, hogyha a legnagyobb párt 30-35 képviselővel még nem lehet egy 120 fős Knessetben parlamentet vagy kormányzatot alapítani. Úgyhogy valóban bármi megtörténhet, semmi biztosíték nincs arra, komoly biztosíték. Azért van még szintén remény Netanyahu-nak a visszatérésére, mert minden igyekezet ellenére nem sikerült őt politikailag kivéreztetni, tehát az ellene szóló perek, korrupció. Azért óriási túlélő Netanyahu, nem? Hát ő a végső komoly túlélő, tehát tőle ezeket a képességeket igen könnyen, igen jól el lehetne sajátítani, de egyelőre senki másnak nem sikerült, pedig minden esély megvolt rá, hogy a legfelsőbb bíró akár még a végén őt is ugyanúgy, mint egy korábbi miniszter Ehud Olmertet korrupciós vádakkal rács mögé juttat, de úgy tűnik, hogy Netanyahu sokkal ügyesebben hozta ezt a maga részére, mert egyelőre nincs rácsok között, sőt, dübörög a kampány, és minden meg fog tenni azért, hogy visszatérjen. És hát kérdés, hogy az emberek még bírják-e szuflával, elmennek-e szavazni, mert hogyha jól számolom, 4 éven belül ez már talán az 5. választás lesz Izraelben. Hát a fiatalok különösen kiábrándultak, egyébként a fiatalok önmagában megérnek egy misét, úgy fogalmazzak itt Jeruzsálemben, mert óriási generációs szakadék van a különböző nemzedékek között. Azt látjuk, hogy vagy nagyon politikailag kiábrándultak a fiatalok, és nem fognak elmenni szavazni, ha pedig igen, akkor bármit tennék, mert ezt a tipikusan szélső liberális, nem is szívesen használom ezt a szót, hogy liberális, inkább azt mondanám, hogy szélső marxista alapú, balos gondolkodású fiatalok ezek, akik gyakorlatilag szinte már-már öngyűlölő, anticionista állapotban vannak. Mi az egyetemen is találkozunk rendszeresen olyan, tehát a Héber Egyetemen rendszeresen találkozunk olyan zsidó fiatalokkal, akik már-már anticionisták. Az az alap, hogy két állami megoldásban gondolkodnak, de egyesek szerint még az is elképzelhető, hogy csak palesztin állam legyen, tehát be kell olvasztani a zsidó államot egy palesztin államba. Ilyennel is találkoztunk. Sajnos a fiatalságnak egy része, különösen az egyetemeken kiképzett értelmiségi fiatalság nagyon ilyen szempontból rossz állapotban van. A remény sok tekintetben, bár ezért a szakma keresztre feszíthetne a nemzetközi jogi szakma, a telepes mozgalom aktivista fiataljaiban van, akik érzik a profetikus szeleket, és érzik azt, hogy az országnak a stabil megtartásához kell egy bizonyos szintű expanzió, kell egy bizonyos szintű területvédelem, nem lehet végtelenig kompromisszumot kötve feladni újabb és újabb területeket. Ez eddig sem működött, lásd Gáza jövezet, amiből egy kis mini terror államot hoztak létre, pedig megvolt minden esély arra, hogy egy államországot hozzanak létre a palesztin nemzeti mozgalomnak, hogy úgy nevezzük. Ez nem jött össze, nem sikerült, és ezért nagyon-nagyon meglepő, hogy a fiatalok mennyire engednek a nemzetközi nyomásnak, a nemzetközi nyomás pedig szintén a fiatalok részéről és a nemzetközi akadémiai értelmiség részéről egyértelműen palesztinpárti. Találkoztunk a egyik legprominensebb Szaladin óta, tehát már több mint 1000 év óta itt élő palesztin családnak az egyik képviselőjével, egy fiatal emberrel, ez a Nashashibi család. Ők
három híres család van itt, a palesztin, vagy hát arab család él itt, azok közül ezeknek komoly szerepe van, mert az egyik család nem ez a Mashashibi család, hanem egy másik család, például a Szent Sír Bazilikának a kulcsait mai napig a saját zsebébe tartja, tehát ők nyitják és zárják minden reggel és minden este a Szent Sír Bazilikát, mert ugye olyan sok szekta háborúzik a Szent Sír Bazilika fölött, hogy a békét a muzulmánok biztosítják a bazilikában, a keresztény negyedben, érdekes állapot. Érdekes helyzet, minden esetre igen. Találkoztunk egy ilyen családnak az egyik fiával, aki például sok zsidó baráttal rendelkezik, és mindegyik zsidó barátjába belecsepegtette azt, hogy a zsidó államnak, mint olyannak nincsen létjogosultsága, itt palesztin államnak kellene lennie, ami itt történik, az nem más, mint a gonosz cionizmusnak az imperialista gyarmatosítása. Jaj. Tehát a fiatal, tehát a fiataloknak egy része, különösen mondom az értelmiségi, hogy ezt a szót használjam rájuk, nagyon vak hittel küzdenek a zsidó állam létjogosultsága ellen, vagy legalábbis küzdenek a palesztin állam megalapításáért a zsidó államon belül vagy mellett. Az ő szavazatuk szintén sokat nyom alatba, de az biztos, hogy nagyon nagy a kiégettség a szavazás tekintetében. A legtöbb ember, akinél felmerül a belpolitika és a szavazás, csak egy ilyen reakciót kapunk. legyintenek. Sokan csak igen. Legyintenek, a szemüket vonogatják, nyilván neked is fárasztja. Ettől függetlenül azért a legtöbb zsidóban van egy az országa iránt érzett felelősségérzet, ezért el fognak menni sokan szavazni, de az biztos, hogy nem túl magas a választási arány. Részvételi arány, igen. Hát akkor nagy izgalommal várjuk majd a fejleményeket Izraelben is, és Dávid, nagyon szépen köszönjük ezt a nagyszerű helyzetjelentést, biztos, hogy keresünk majd még sok sikert, szép napokat, Shalom, szia, köszönjük. Shalom, nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, Isten áldjon benneteket.